Sziasztok! Köszöntelek benneteket! A mai videóban gyakorlatilag a lencse főzeléket készítem el, ahogy én szeretem. Anyukám nagyon korán megtanította, és én nagyon-nagyon szerettem az ő a lencse főzelékét is, a sárga borsó főzelékét is. És igazából ugye most évelején mindenki eszi, meg szilveszterkor, meg úgy vannak ezek a babonák. Én nem a babonára építek, én egész évben szeretem ezt elkészíteni és fogyasztani. Most az én lencse főzelékemet szeretném nektek megmutatni. Tartsatok velem! Itt csak mutatom nektek, hogy én egy füstölt csülköt megfőztem. Már eleve ezt a levet is beízesítettem, mert a lencse főzeléknek az egyik alappillére a füstölt. Ez feltétnek is mehet csülök, de ezt félreteszem, én más levest, más ételt is fogok ebből majd készíteni. Az első lépés egy fej vöröshagymát és három gereszt fokhagymát pépesre fölvágtam. Én teszek bele egy kis füstölt szalonnát, kettő evőkanál cukrot teszünk rá. A cukor nagyon fontos ebbe a történetbe. Ettől lesz igazán finom. Ezt egy picit átkaramellizáljuk. Picit így megkaramellizáltuk, teljesen jó. Oké, és akkor jön rá a lencse. Most ennek a főzőlevébe, mint ahogy azt már több videómban is mutattam, azért nem mutattam most, tettem néhány fej vöröshagymát, néhány gereszt fokhagymát, babérlevelet, tehát ilyen egyéb ízesítő anyagot, borsot, többfajta, ilyen rusztikusan. Egy babérlevelet teszek bele, és egy pici bazsalikom. Egy szál füstölt kolbász, ezt is ugye mi csináltuk, ennek is fönt van a videója, illetve lehet, hogy még nincs, de fönt lesz. Egy szál füstölt kolbász. Csak a sóval, a füstölt húsnál mindig óvatosan kell bánni, mert maga a füstölt hús is sós, ezért inkább többször kell kóstolni. Végülis a havarást közben el is tudjuk készíteni. Három evőkanál lisztet tettem bele ebbe az edénybe, és akkor vízzel elkezdjük simára kavarni. 33-as kupa. Kettő csapott teáskanál van, én teszek bele. Ez még mindig a jó kis szegedi piros paprika. Jól megadja a színét. Én emlékszem anyukámnál, hogy ő füstölt oldalast főzött bele. Ú, de jó volt én gyerekként, hogy szerettem azt. És akkor tudjátok, itt a hőkiegyenlítés, erről is már többször mutattam is. És akkor ezzel... Jó, mehet bele. És akkor ezt még egy néhány percig forraljuk. Először egy, de elméletileg szerintem kettő lesz. És hát nyilván úgy csináljátok, hogy nektek a saját szájérzetek szerint legyen jó, mert az a lényeg, ezek csak iránymutatók. Evőkanál ecet, és akkor babérlevelet kivettük belőle, úgyhogy elforta a habarás lisztességét, és akkor a tálalással jövünk. Gyakorlatilag mindennel együtt 15 percet főtt a lencse, teljesen jól megpuhult, és ha itt bele, én az állagát mutatom, hogy ez még fog összehúzni kicsit, és hogy ne legyen olyan sűrű, tehát azért hagytam ilyenre. Ugye van benne egy kis kolbi, most nem füstölt oldalassal csináltuk, mert nekem tervem van ezzel a füstölt csülökkel, ez egy másik ételhez fog készülni. De csak akarom mutatni, hogy ezek mind olyan alapanyagok, alaplé, ezeket nem szabad eldobni, egy krumpli gombóclevesnek aranyaté, csak egy kis
füstölt el ezzel a kis kolbival, bőven jó. Tehát én most nem is teszek hozzá húsít. Egyébként lehetne ez főtt tojás, tükörtojás, tudjátok, bármit, fasírozottat, amihez kedvetek van, meg amit kiad a hűtő, nyilván. Gyakorlatilag ennyi. És ahogy én gyerekként is ettem, gyerekek, friss kenyérrel, Istenem, a legjobb. És figyelj, ezt nem csak szilveszterkor kell, meg új év, meg babona, hanem pont, hogy egész évben. És megkóstolom azért, mert én is kíváncsi vagyok rá. Nagyon finom. Nagyon finom. Ezt ajánlom, próbáljátok ki, ezt egész évben el lehet készíteni. Remélem, hogy tudtam segíteni, ötletet adni. Készítsétek el. Boldog új évet mindenkinek. Jövünk a további finomságokkal. Köszi, hogy itt voltatok. Dobjatok egy lájkot. Sziasztok!